Azt gondolom, hogy a mi rendünknek megvan az a sajátossága, hogy tud a hagyományára építeni, és itt Magyarországon pedig különösen jó tapasztalni azt, hogy nagyon jó és egységes hagyományaink vannak. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell változtatni bizonyos dolgokban, de főleg összehasonlítva egy-két másik közösséggel látom azt, hogy mennyit jelent például egy imádságos hagyománynak a stabilitása egy közösségben, hogy mennyit jelent például egy plébániai munkának a stabilitása, az, hogy amikor plébános váltás van, nem fordul föl rögtön a világ, hanem vannak olyan biztos és stabil pontok. Ezzel együtt biztosan lesznek új hangsúlyok, amely lehet, hogy egy-két csirájában már az elmúlt években megvolt. Gondolok itt például a média kérdésére, 5 éve van pont sajtóközpontunk, de például az internetes megjelenésünk azért évről évre még mindig alakul. Talán sokak most tapasztalhatták, hogy a közösség belső életéből megnyíltunk például a Facebookon, amikor a Káptalanról napról napra tettünk fel a fényképeket. Ezeket úgy gondolom, hogy biztos, hogy ilyen nyitások lesznek. Aztán az is biztos, hogy nagyon sok mindent az adott helyzet fog megadni. Tehát mi tervezhetünk, de azért az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokszor nem mondom, hogy sodródunk az élettel, hanem az élet feladatai találnak meg minket, amire mi csak reflektálunk. Ferenc pápának a jelenléte és úgymond egy névválasztása, a programja is talán egy-egybe beleillik a ferences barátoknak a hivatásába, életébe. Ha valahol, akkor Magyarországon talán a ferences barátok azok, akik megélik, vagy élik ezt a programot. Könnyű vagy nehéz Ferenc pápával? Szerintem könnyű. Alapvetően a közösségünk tagjai tényleg nagyon örülnek az ő jelenlétének. Figyelnünk kell rá, ez egyértelmű. Ugyanakkor azért, ahogy látom, nagyon sok minden egybevág valóban a mi életünkben és az ő elképzeléseiben. Az a fajta emberközelség, amelyet ő egyértelmű, hogy ez, hogy szükséges a lelkipásztorkodásban, szerintem eddig is jellemző volt a testvérekre. Ebben biztos, hogy még erősíthetünk, és én nagyon örülök, hogy ő most jelenleg a pápánk.